És innen folytatjuk Kerékbárci Szabolcsa. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön szerint mi a megoldás erre a tágabban vett európai problémára, amiről az előbb beszéltünk Bokros Lajossal? Tehát, hogy választásokat is kellene nyerni, ezt a menekült kérdést is meg kellene oldani valahogyan? Ugye az egész politika, amire a kormány alapozza a cselekvését, az Orbán kormány, az hazugságra épül. Ez év áprilisában az Európai Bizottság letette egy 10 pontos, igen kiváló javaslatcsomagot az Európai Unió vezetőinek az asztalára. Ebben szerepeltek olyan tételek, amelyek segítettek volna akciótervek megállítani ezt a menekült áradatot és menekült problémát, még ott, ahol keletkeznek a problémák, a forrásországokban. Az európai szolidaritásra épülő megoldást javasoltak. Az Európai Unió állam és kormányfőinek testületében, az Európai Tanácsban ezt néhány állam és kormányfő többek között és élükön Orbán Viktorral megfúrta. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Európai Bizottság, amennyiben az Európai Uniót a bizottsággal azonosítjuk, ne lenne megoldási javaslat. Ez az egyik... Még Orbán Viktor most pont arról beszél, hogy inkább ott kellene a származási országok környékén segíteni. Akkor miért nem csatlakozott már idén áprilisban a Triton és a Poseidon nevű akciótervhez, amelyik a tengerre kerülését ezeknek a menekülteknek akadályozta volna meg, illetve előzte volna meg, és próbált volna segíteni azon, hogy ne kerüljenek már eleve a származási országban nagy bajba ezek az emberek. Miért akadályozta ezt meg? Miért fúrt meg minden közös fellépést Orbán Viktor és kormánya? De a hazugságok folytathatóak, ha a számokról beszélünk. A Frontex, amelyik az Európai Unió határvédelmi vagy határrendészeti szerve, úgy prognosztizálja, ezt azóta sem módosította az elmúlt hónapokban, amióta ezek a számok kijöttek, hogy 5-600 ezer ember fog menedékkérelemmel folyamodni az egész Európai Unió területén ez év végéig. Nem beszélhetünk milliókról, nem beszélhetünk 10 milliókról, aki ilyen számokat hangsúlyoz, az egyszerűen hazudik. Ezeknek az embereknek, akik eljönnek, a származási országa, születési országa és hazája egyértelműen háború sújtotta, polgárháború sújtotta ország. 86%-a, akik elmenekülnek, azok effektíve politikai, emberiességi okok miatt menekülnek el, mert üldözik őket. Több mint az egyharmaduk ezeknek az embereknek felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a túlnyomó maradék többsége pedig valamilyen értelmes, jó szakmával. Tehát minden hazugság, amit az Orbán kormány mond, és most úgy tűnik, mint az az őrült, aki azért panaszkodik az autópályán, hogy mindenki szembe jön vele, csak ő megy normális sávban. Mindenkit magára haragít az Orbán kormány, pedig úgy kellett volna lépéseit intézni, hogy előtte egyeztet a stratégiai szövetségesekkel. Ha ön vagy én a társasházunkban fel akarjuk újítani a konyhánkat vagy a fürdőszobánkat, hetekkel korábban a munkák megkezdése előtt elmegyünk a szomszédokhoz, elmondjuk, hogy miről van szó, zajjal jár, kicsi kosszal jár, kérjük a megértésüket, oda fogunk egymásra figyelni. Ha beteg gyerek van a szomszédban, megkérdezzük, hogy mikor van otthon, akkor nem zajonganak a munkások. Egyszerű hétköznapi szituációkban is odafigyelünk egymásra, kooperálunk. Az Orbán kormány pedig úgy mutogat az Európai Unióra, hogy nincsen közös megoldás, hogy ő az, aki fúrja, bármilyen közös megoldási javaslat is érkezik. Kereszténységre hivatkozik, Bokros Lajos is elmondta, nagyon helyesen. Ha Orbán Viktor azt hiszi, hogy ő keresztényibb, vagyis nagyobb, hitelesebb Krisztus követő, mint Ferenc pápa, akkor enyhén szórva Isten káromlást követel. Nem az védi a kereszténységet, aki embereket vallási, származási, faji alapon megkülönböztet, hanem aki Krisztus útján jár, és az elesetthez hozzáfordul. Ne felejtsük el, hogy ezeknek a menekülteknek azért kell eljönni a hazájukból, mert a vallási fundamentalizmus üldözi őket. De Orbán Viktor nem vallási alapon kívánja őket megkülönböztetni, az ő érvelése arról szól, hogy ezek az emberek
kívülről jönnek, miért kellene nekünk megosztani velük azokat a javakat, amiért mi itt magyar emberek, európai társadalmak megdolgoztunk, amikor ők közvetlen életveszélyben nincsenek mondjuk egy török menekültáborban sem. Egyetért azzal éppen a szolidaritás és a keresztény értékek alapján, hogy támogassuk őket abban, hogy ott maradjanak a hazájuk közelében, és ott emberi életet tudjanak élni, és minél hamarabb hazatérhessenek, de ne engedjük, hogy Európa mindörök megváltozzon. Európában, az Európai Unióban jelenleg kb. 20 millió muzulmán él, muzulmán országokból származó ember él. Ezeknek a 90-valahány százaléka tökéletesen integrálódott a német, a francia, a brit, a holland, a svéd, stb. Társadalmakba. 1956. novemberében senki nem kérdezte a nagybátyámtól és a bajtársaitól, hogy egy osztrák táborban, ahol átmeneti szállást kaptak, hogy miért nem maradtok itt, vagy miért nem mentek vissza inkább Magyarországra, hiszen 57-ig lehetne várni, 57 május 1-én már ugye milliók vonultak föl Budapest utcáin, elmúlt a közvetlen életveszély, kedves Andráska, nagybátyám, tessék szépen visszamenni Magyarországra, mert itt csodálatos világ van. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Norvégia és más államok befogadták ezeket az embereket. Ez a keresztényi magatartás. 2 millió ember, vagy nem tudom mennyi, rengeteg ember van jelenleg Törökország táboraiban. Rengeteg ember van Szíria körüli arab országok menekült táboraiban. Ezek az emberek nem azért jönnek el, mert nem akarnak a szülőhazájukban élni. Az én nagybátyám nem azért ment el Magyarországról, mert nem akart Magyarországon élni, hanem mert nem volt jövője, mert nem vették fel az egyetemre a származás és egyebek miatt. Hát igen, csak hogy az 56-os magyarokhoz képest sokkal többen vannak azok akár, akikre az előbb utalt, akik ott vannak ezekben a menekültáborokban, 7,5 millió ember Szírián belül, több mint 4 millió ember Szírián kívül, és akkor csak a szírekről beszéltünk. Tegnap mondta Szent Iványi István, akivel ugyanerről beszélgettünk itt reggel, hogy 50-60 millió ember van a világon, aki valóban konfliktusövezetből menekül, és hivatalosan, ha most kérné az Európai Unióban, joga lenne a menekült státuszra. Az, hogy közülük a következő években, tehát nem csak idén, hányan indulnak el, vállalják akár a veszélyes utazást, és jönnek ide, az azon is múlik, hogy az Európai Unió milyen választ ad erre a problémára. Így van, nagyon helyes, pontosan így kell megközelíteni, az Európai Unió milyen választ ad erre a kérdésre, és hogyha a konfliktusokat meg akarjuk szüntetni azokban az országokban, ahol ezek az emberek elmenekülnek, akkor nem elég önmagában már az Európai Unió, szükség van az Egyesült Államokra, a NATO-ra, szükség van egyéb nemzetközi szövetségesekre ebben a kérdésben. Ha menekülnek emberek, akkor az első körben, főleg a keresztény Európát védő, meldöngető, egyébként álkeresztény politikusoknak lehet azt ajánlani, hogy nem azt kérem, mint ahogy Krisztus sem, hogy most 500 ezeren jöttök, vagy 5 millióan jöttök, 50-60 millió ember nem fog eljönni, ennek semmilyen történelmi tapasztalata, semmilyen előrejelzés arra nem mutat, hogy ezek az emberek mind ide akarnának jönni. A másik, hogy ezeknek az embereknek a jelentős része vissza akar menni majd a hazájába. Nem akar, nem azért jött el, még egyszer mondom, körülbelül 86%-a mértéktartó kutatások szerint, mert hogy ő gazdasági bevándorló lenne, ugye ez is egy nagy hazugsága Orbán Viktoréknak, hanem mert egyszerűen az életét félti, mert már eleve megkínozták, eleve halállal fenyegették meg az illetőt és a családját, ezek az emberek vissza fognak menni. 57-58-ban is visszajött volna egy csomó 56-os magyar, akkor, hogyha Magyarországon demokrácia lett volna, nem jöttek ezek az emberek vissza nyilván, mert Magyarországon nem lett demokrácia. Tehát itt az lenne a feladata az Európai Uniónak, és egyébként éppen még egyszer hangsúlyozom, néhány állam és kormányfő jelesül Orbán Viktor fúrja meg a közös fellépés, hogy együtt találjunk megoldást erre a problémára, és ne hazudozzunk. Ez a kormány embertelen, gonosz politikát folytat, ma már az egész világ ellenünk van, holott lenne megoldás. Nagyon köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm. Most egy reklám következik, utána lapszemlével térünk vissza, és az egészségügyről fogunk beszélgetni, de visszatérünk még a menekültügy témájára, és maradjanak velünk.